Nagyon szeretek hegedülni, hetente kétszer járok hegedű órára, ezért olyan fejlett a kezem, árult el a kis tehetség, aki családi indítatásra kezdett hegedülni. Nagyon szeretek hegedülni, hetente kétszer járok hegedű órára, ezért olyan fejlett a kezem. Az éneklésben pedig már most lesz negyedik zsinórban, hogy hogy népdaléneklési versenyre indulok. A hegedűt miért választottad? Mondjuk miért nem zongorázol? Tehát kinek a tanácsára vetted a kezedbe a hegedűt? A mamám, a mamámnak a gyerekének, és még Julikának és Böbike néninek, ők is hegedű órára jártak. Tehát akkor volt előtted példa, és ezért szeretted meg a hangszert. Azért egy kisfiú nem biztos, hogy szereti énekelni, főleg nem népdalokat. Ez neked hogy jött? Hát papámtól örököltem a hangom, és én magamban elhatároztam, hogy én igenis szépen akarok énekelni, és évvégén énekből kitűnő akarok lenni. És akkor papámtól miket tanultál? Gondolom, hogy ő is azért népdalokat, esetleg nótákat énekelt neked? Ez igaz. És mi a kedvenc népdalod? Hát a juhásznak jól van dolga, Hevargáné és Helyancsika. Énekkarban is énekelsz? Valamikor igen. És hogy érzed? Szólóban szereted inkább az énekeket, vagy a kórusban? Hol jobb? Inkább szólóban. Osztálytársai elé, vagy egy nagyobb közönség elé kiállni és énekelni nagy sikert jelent számára. Voltam városi népdaléneklési versenyen is, ott második vagy harmadik helyezést értem el. És mit jelent számodra a zene? Kikapcsolódást? Kikapcsolódást és szeretetet. És akkor esetleg ezen a vonalon szeretném majd tovább menni? Na igen. Fél évkor 4,1 volt az átlaga, matematika, magyar irodalom és magyar nyelv. Ezekből nem volt meg az ötös, de most megígérte, hogy év végére a matematikát, az olvasást és a nyelvtant is kijavítja. Szeretem azért a könyveket a kezembe fogni, külön azért, mert hogy most kaptam karácsonyra egy kis teknőst, és azt meg szeretném... Jól gondozni? Igen, és megtudni, hogy mit szeret. Na és akkor mit kell tudni erről a kis teknőcről? Az ellátás az a te feladatod? Igen. Meg a víztisztítás. Tehát akkor van egy napi rended, amikor fölkelsz, akkor ez az első, mielőtt jössz suliba? Csak megetetni. Uh-huh. Vizet általában hétvégén cserélek neki. És egyébként a sporttal hogy állsz? Gondolom focizol te is, mint a többiek itt a iskolában, szünetben, nincs? Hát nem járok. Ja, de hát gondolom azért félted a kezedet, hogy miután neked a hangszerethez ez szükséges. Igen. Meg a lábamat. És a hegedű órák azok, hogy zajlanak, mennyit kell gyakorolni? Tehát otthon mondjuk... Mennyit gyakorolsz? Hát általában sokat. Van kedvenc darabod? Van, benne van a Kottámba, a Futa Pejkó kergeti a Ferkó. Ez jól hangzik. Milyen versenyekre készülsz még ebben a tanében? Tudsz már róla, hogy mi fog indulni még, amin mész? Hát ez népdaléneklési verseny. Ha most én arra kérnélek, hogy a kedvenc népdalodat énekeld el, az menne? Megpróbálod? Meg. A juhásznak jól van dolga, egyik dombról a másikra. Teregeti nyáját, fújja fúvoláját, bunéküli világát. Ha megunja furujáját, előveszi a dudáját, belefújja búját a birka bőrébe, szélne kereszti belőle.